A végéhez közeledik a kampányidőszak, június 10-én vasárnap vannak a helyhatósági választások. Az elmúlt időszakban a Maros megyei RMDSZ kampánykaraványa 120 településre látogatott el. A jelöltek a megye lakosaival találkoztak, hogy betekintést nyerjenek életükbe és megismerjék problémáikat. A kampánykaraván során néhol elkeserítő, néhol megerősítő pillanatokkal találkozott az RMDSZ megyei tanácselnök jelöltje, Lokodi Edit Emőke. Mint mondta, ezek a tapasztalatok csak felhajtó erőként, motivációként szolgálnak a további munkához. Én azt kérem az emberektől, hogy ne maradjanak közömbösek. Június 10-én ők az egyetlen erő, akik ki tudják mondani, hogy mi legyen az elkövetkező 4 évre, azzal a pecséttel, amit a szavazó lapon elhelyeznek. Természetesen kérem a támogatásukat a román szavazóknak, a magyar szavazóknak, a roma szavazóknak. A Maros megyei tanács RMDSZ-es elnök jelöltje mellett Frunda György polgármester jelölt kihangsúlyozta, biztonságot, nyugalmat szeretne, és Marosvásárhely múltbéli értékeit akarja tovább örökíteni. Kérem, jöjjenek el, segítsenek nekünk, és segítsenek önmagukon, hogy éljünk jobban, nyugodtabban, méltóbban itt a világ közepén, Vásárhelyen. Az RMDSZ kampányzáró rendezvényére június 7-én csütörtökön kerül sor Marosvásárhelyen a Maros parton. Az ünnepség 15 órától kezdődik gyerekprogramokkal. Lesz játéksziget, gyerekszínpad és egyebek mellett néptáncoktatás. Az eseményen fellép a Szászcsávási cigányzenekar, Szabó Elődés a Titán, valamint a Republik.